szikrasztó árkok, virágalátét is bőven elegendő, különböző játékok, eszközök. Nyáron a melegbe 6-7 nap alatt képes kikelni belőlük a szumozat. Rengeteg pangóvíz és pocsolya tud kialakulni a városokban és udvarainkban a csapadékos időjárás következtében, amikből nagy mértékben képesek felszaporodni a szúnyogok. A szúnyogokkal kapcsolatosan azt kell tudni, hogy több invazív faj is megjelent már hazánkban. Az annyit jelent, hogy nem őshonos szúnyogokról van szó. Ezek a telet most már kibírják, valószínűleg enyhébbek a teleik, mint jóval korábban, az időjárás változásnak köszönhetően. És ezek a általában délebről származó szúnyogfajok, amik különböző betegségeket is képesek terjeszteni, megbírnak már maradni télen is nálunk, és mondhatni, eljön a jó idő, ezek a fajok szoktak legelőször megjelenni, és csípősükkel zavarni minket. Azt tudni kell ezekre a szúnyogfajokról, hogy ezek nappal is aktívak, az invazív szúnyogfajok jó része. Az esti kémiai szúnyoggyérítés nem tudja célzottan ezeket a fajokat elpusztítani. A szúnyogok nem csak csípésükkel okoznak kellemetlenséget, hanem egészségügyi szempontból is károsak, ezért is nagyon fontos az írtás. A világ legtöbb emberi áldozatot követelő állat az a szúnyog, mivel a malária a kórokozóját vektorként tovább tudja vinni, és azokban az országokban, ahol a malária jelen van, és olyan szúnyogfajok is jelen vannak, amik ezt a kórokozót vektorként tovább viszik. Hazánkban is vannak sajnos őshonos malária szúnyogfajok, de nincs itt a betegség, úgyhogy vész ezzel a betegsége legalábbis nincsen. Tehát ezek a szúnyogfajok tovább tudják vinni, és ez halála is végződhet ez a betegség. Legjobb módszer a biológiai védekezés. Az ezzel kapcsolatos, mindenki számára elérhető információs tervet ismertette Kőszegi Dániel. Van egy programunk is az egyik közösségi oldalon, a Szúnyoglára programnak az a lényege, hogy megtanítsuk a lakosságot, hogy mit tehetnek otthon a szúnyogok ellen, mivel saját magunknak keltetjük a szúnyogokat sok esetben, és nem is tudunk róla. Minden pangóvizet szüntessünk meg az udvarunkban, öntsük ki, pedig gyűjtsük hordóba a vizet, akkor vannak lakossági szúnyoglárvaírtószerek is, vagy a legegyszerűbb egy szúnyoghálót rárakni a hordó tetejére, oda ragasztani, vagy gumipokkal odafogatni, és az esővíz a csatornán keresztül be tud jutni a locsolóhordóba, de a nőstény szúnyog nem tud hozzáférni a víz felületéhez, ezáltal nem tud szaporodot kialakítani. Hazánkban is már megjelent a nyugat-nílusi vírus, amit képesek ezek a szúnyogok továbbvinni emberről emberre, így különösen kell ügyelni a visszaszorításukra.